Sziasztok, sziasztok, üdvözöllek titeket, és ez egy olyan stream, amit most nem is nagyon tudtam eldönteni, hogy úgymond az ilyen modernebb intróval indítsam-e, vagy a retro intróval. Hát ugye a Skyrimnak a neve szerintem még a mai napig egy ilyen mainstream játéknév, simán bárki előveszi. És hát nem tudom, hogy most lesz-e az Elder Scrolls sorozatnak folytatása, vagy majd valamikor a távoli jövőben jön ki ugye a hatodik rész. Skyrim online-ra is továbbra is kíváncsi vagyok, és várom, hogy lesz-e belőle valami. Illetve a Skyrim a GOG gondozásában is állítólag majd meg fog jelenni. Sajnos erre még várni kell. Hát nekem több verzióban megvolt. Jelenleg is megvan itt a polcomon az egyik verziója. Már pár héttel korábban én próbáltam ezt feltelepíteni, és a legújabb Windows 10-es frissítésekkel voltak problémái. Néha így kilépeget, néha nincsen hang, néha el sem indul. És most sikerült így összetákolni a teljesen legálisan vásárolt eredeti játékot, hogy működjön. Szerintem nem olyan, hogy mondjam, nem a legjobb motorja van a Skyrimnak, de ez ugyanúgy elmondható az Oblivionról is, meg a Morrowindről is. Viszont szerintem az egyik legizgalmasabb játék, legjobban ebben lehet talán úgy elmerülni, legalábbis nekem ez adta úgy a legjobban. Valaki a Falloutban merül így el, valaki a Rászban, én a Skyrimot szerettem annó. Már nem is tudom, milyen volt a karakterem, mert több karakterem volt, és mindig elmentettem őket, és most berakhattam volna az elmentéseket, de aztán úgy döntöttem, hogy nem bolygatom ezt a játékot. Nem nagyon szereti a kiegészítőket se, mármint az ilyen DLC-ket, meg a különböző modifikálásokat a játék, úgyhogy nem piszkáltam. Remélem, hogy ma se lesz probléma a gémmel. Egyszer már kijátszottam én ezt a játékot streambe, sőt egy másik alkalommal egy magyarítást felraktunk hozzá, és akkor volt egy olyan probléma, hogy az elején ugye átvezető, amikor ilyen szekérrel mész, akkor ugye ez egy ilyen hosszú, visznek a kivégzésre, és akkor ott igazából, amikor téged így listára vesznek, hogy ki vagy te, ott meg kell adnod a nevedet, és ezt felraktuk, ezt a honosítást, és nem lehetett beírni a nevünket, és nem lehetett, ott megállt a játék. Mindez streamben történt ráadásul, úgyhogy én ezért itt az elején le is szögezném, hogy teljesen autentikus Skyrim-mal fogok játszani, tehát az eredeti nyelv is megmarad, illetve nem a Special Edition-nel játszok, és nem lesz benne semmiféle ilyen hivatalos kiegészítő se. Szia, Tesz! Egyébként meg szia, Alma, mindenkinek sziasztok! Ja, nehéz moddolni. Van egy ismerősöm, aki nagyon sokat moddol a Skyrimot. Ő ezeket a high resource pakkokat, meg mindent felrakja. Most nekem szerencsére ugye az elején van egy ilyen hardware detektálás, és azt írta, hogy ultrán mehet minden. Én szerintem ez így kerek. Elég nehéz így egy gépről streamelni, sokkal egyszerűbb lenne, ha lenne egy külön gép, amiről megy a stream, és egy másik, amin csak a játék, ezért nehéz így alt-tabolni, meg így váltogatni így a különböző ilyen screenek között, de végül is meg tudtam csinálni, tegnap volt ennek a főpróbája, egy offline. És hát azért is beszélek most ennyit meg, azért van ez a stream, egyébként ugye a szerda az egy PUBG-s nap, majd 5-től lesz PUBG, mert a tegnapi rászt az annyira szarul sikerült, nem is nagyon voltak nézők, meg én is nagyon noobkodtam, és nem is értettem egyébként, visszanéztem saját magamat, nem értettem, hogy mi volt, miért voltam balfasz, mert én régebben rásztoztam, és vagy nagyon megváltozott a játék, vagy nekem nagyon nem állt tegnap kézre, nem tudom. Ugye arra gondoltam, hogy akkor így ilyen kiengesztelésnek akkor legyen egy kis Skyrim.
nekem az egyik kedvencem, most tudom, hogy nagyon sok játékban benne vagyok, belekezdünk ebbe is. Anua ugye a fő sztorit vittem ki, viszonylag gyorsan meg tudjuk azt csinálni, de az is lehet, hogy ezt ilyen hosszú bőlére fogjuk ereszteni, és fogunk Skyrim mozgatni, mindig így néha így előveszük, és akkor ilyen állandó műsorszám lesz. Pár hetente, vagy hetente egyszer-egyszer előveszük, és akkor mindig csináljuk így a mellékküldetéseket is, meg így stb. Na hát nézzünk bele, remélem, hogy... Ja igen, a másik dolog az az, hogy tegnap belekezdtem, és most tudnánk ott folytatni, el is mentettem, meg tök jó, így váltogattam itt a kasztokat. Kezdjünk szerintem egy új játékot. Nagyon durva így egyes szinten nézni töltőképen, mert valami 144-ig vagy 150-ig elvittem múltkor a legutóbbi karakteremmel. Ugye én nagyon kicsit meg Morrowind-eztem, meg Oblivion-oztam, de igazából nekem azok úgy kimaradtak. Nagyon érdekes egyébként a Skyrim-nak a története, hogy találkozott így a így velem, meg így az én játékok iránt érdeklődésem, ezt a párom hozta be igazából így az életembe. És pont akkor tájt, amikor mi összejöttünk. The border, right? Walked right into that Imperial ambush. Same as us. And that thief over there. Damn you, Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Nagyon durva, hogy ez a játék is már 10 éves. They hadn't been looking for you. Stolen that horse and been halfway to Hammerfell. A Witcher játék sorozatot fejeztem be, és egyértelmű játék történelem. Hisz, hogy menőkkelek, fejlődik karaktertöket, minden zsajján és felgarmadik részt. Nekem csak a Wild Hunt van meg a Witcherből, de megmondom őszintén, hogy még nem játszottam vele. Nézőtől kaptam meg egy ilyen nagyobb csomagpak egyik játékaként. És én a Witcherrel is nagyon szemezek már egy ideje, meg a Gothic sorozattal. De valahogy mindig leragadok ezen az Elder Scrolls vonalon, meg a másik nagy ilyen zsánerem az a Arx Fatalis. Ami gyakorlatilag ugyanilyen, mint a Skyrim, csak az egész a föld alatt játszódik. Ja, ezekkel a játékokkal egyetlen egy baj van, hogy iszonyat sok időt elvesznek, és nagyon nehéz mellette bármi másra játszani. De hogyha most ez így működni fog ez a game, és nem omlik össze. Nem tudom egyébként mit változtattak a Windows 10-be, hogy valamiért így nem nagyon kompatibilis vele. De hogyha ez így működni fog, akkor én szeretném azt, hogy így állandólag így megtartsuk. Tehát ugye, hogy a PUBG-t, meg a StarCraft-ot így mindig itt lesz a gépen, nem fogom letörölni, és millió egy side mission-ja van, úgyhogy... Ja, a Wild Hunt az mindenképp ki kéne tolnom. Hát én abba bízok, hogy majd a Skyrim Online, hogyha kijön, akkor az ezt így jó lenne csinálni. Bár most nem tudom, hogy az Elder Scrolls Online az azért jött ki, hogy ne legyen ez a fan-made Skyrim Online. Vagy az már alapból volt. Meg hát kíváncsi vagyok az Elder Scrolls 6-ra is. Na mindegy, szóval folyamat fogom ezeket csinálni, de egyébként itt is lehet, hogy még az Oblivion-t is majd elővesszük. Na és én már nagyon sok karakterrel voltam, de lehet, hogy most egy Khajiit próbálok. Jaja, lesz állítólag. Empire lost their damn lists.
Biztos annak is valami ilyen nagyon furcsa, ilyen jellegzetes dátumban lesz majd kiadva, mert a Skyrim az ugye 2011, 11. hó 11-én jelent meg, ha jól tudom. Emlékszem, hogy akkoriban vásároltam laptopot, akkor jöttem össze párommal is, és ő nézett mindig Skyrim-os videókat ilyen külföldi youtuberektől, vagy gamerektől. Na. És emlékszem, hogy az én laptopomon már elindult a Skyrim, tehát akkor még ez ilyen nagy gépigénynek számított. Most már nem is tudom elképzelni, hogy ez miért volt probléma annak idején. Na, tehát Khajiit-tal szeretnék, igen. És... Ja, várjál már. Akkor nézzük már egy kicsit itt, tehát... Akkor mail lesz... Vannak itt ilyen presetek is. Egyébként... Oblivionban nagyon csúnyák ezek a presetek, és azt hihetnénk, hogy ez már a Skyrimba sokkal jobb, de annyira nem. Tehát jó, lehet majd így az orrnak a méretét, a szemnek a méretét, meg úgy mindennek így a méretét változtatgatni. De úgy... Nem tudom, úgy olyan annyira nem... Nem is érdemes talán itt ezeket itt állítgatnom. Warpaint. Wow. Legyen ilyen rajtunk egyáltalán? Jó, ez így jól néz ki, ez már úgy néz ki, mint egy tigris. Ja, még a kolorját is lehet. Ilyen... Jó, de nem fogom így az arcát nagyon így át. Néha így beleszoktam ebbe menni, és az az eredménye, hogy ilyen nagyon groteszk torz valami lesz belőle. Oblivionnál vannak ilyen meme videók, hogy mennyire torz karaktereket lehet csinálni. Jó, a szem is maradhat. Szemöldökkel se fogok foglalkozni. Szája se. Mégis. Jó, az így jó. Várjál, szakál vagy ilyesmi van. Nem, az a hajnál lesz. Jó, a haj az így jó. Az jó lesz, és akkor arcszőrzet. De ronda, de úristen. Ez is jó. Hát ez olyan, nem, jó, ez nem. Hair color. Hát így jó. Így nagyjából elmegy. Hát mert ugye vannak ilyen reptilián-szerűek is, meg vannak orkok. Az elfeket is úgy mennék velük, de... Azok nekem ilyen klingon ufóknak néznek ki, ráadásul vannak ilyen wood elfek is, azt hiszem. Várjál, itt most a német, azt hol lehet? Ezután kérdezi meg a német. Ja, igen, jó, oké. Nem tudom, hogy elmentettem én már egy ilyen karaktert ugyanilyen néven. Most ez vagy felülírja... Their kind always seems to find trouble. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. Nem vagyunk rajta a listán, mindegy, ne foglalkozz a listával, ki kell nyírni. Itt az imperiáloknak a nagy térhódítása. Nagyon érdekes, hogy ugye ez egy ilyen fantasy környezetben játszódik, de mégis egy kicsit ez a római hódítás, mintha itt jelen lenne. Nem tudom, miért van befogva ennek a szája folyamatosan. It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites.
As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. Learn up as you wish. Essünk túl rajta gyorsan. Szegénynek ez lesz a veszte. Hát ugye ebben nagyon jó, amikor legyőzöl egy sárkányt. Rengeteg értékes lootot ad, meg ugye itt a tudás skilleket is gyönyörűen lehet ilyen skill tree-ben van ábrázolva. Nekem igazából ez a menüje nagyon tetszik, hogy megmutatom, csak ez még mindig az átvezető. Majd nekem ebbe azt tetszik tényleg, hogy el lehet menni horgászni, vadászni. Lehet, hogy ezért szerettem meg a Black Desert Online-t, nem tudom. De tényleg, és ha már itt vagyunk a reklámnak a helye, lehetséges, hogy pénteken Eszterrel Black Desert Online-ozni fogunk, ha össze tudjuk hozni. Legszívesebben Skyrimoznék vele, de mivel nem lehet ezt ketten játszani. Nem tudom, ez melyik sárkány, mert ugye majd a hősztorinak a végén egy nagyon hasonló sárkánnyal. És egy sárkány fog segíteni nekünk. Oké. Okay. Valószínűleg péntekenként mindig közösen játszunk valamit, csak vagy itt lesz fizikálisan, egy gépnél leszünk ketten, mint ahogy múlt héten, vagy két gépről leszünk. Ez még így alakul. A múltkori ez jó volt, ez a Among Us Sleep. Hoppá! És itt még nem lehet lootolni, még igazából ez is... Ja igen, meg van kötve a kezünk, ez kiírta a bal felső sarokban. Érdemes itt a térképen ezeket a jelöléseket nézni. Annak idején így... Többször eltévedtem, hogyha nem arra figyeltem. Meg ugye itt tökre mutatja a zenemiket is. Pirosan. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. God's guide you, Nadvar. Legyen hide mód, ilyen... Kicsit ilyen thief-re hasonlító mechanikával. Hát itt is bujkálni, meg lopni másnak a zsebéből. Egyébként érdemes a Black Desertbe belekezdeni, most valamikor megint akciós volt. Az összes ilyen jó dolgot átvette szerintem a Black Desert apránként ezektől ilyen típusú játékoktól. És nekem az elején kicsit fura volt meg, hogy miért Black Desert a címe, nagyon nem mond semmit. De aztán nagyon megszerettem azt is igazából. Gyerünk, nyisd ki. Itt ugye így külön vannak kezelve az ilyen épületek meg barlangok. Kicsit mint a Forestben. Bemész és akkor van egy ilyen töltőképernyő és ez egy teljesen külön mapként működik. Looks like we're the only ones who made it. Arra oldozz már el. That thing was a dragon. No doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. We better get moving. Nem is tudtam, hát ez. Come here. Let me see if I can get those bindings off. Ugye hát Black Desert Online-ban akkora a világ, hogy those binds aren't going to cut themselves. Skyrim az elférne benne szerintem 8-szor. Na, miért nem oldoz el? Na végre. Érdekes, hogy lemegy egy script, és utána még van egy kicsi
ilyen várakozás, mintha lassabban kéne működni ezeknek a... Ezeket ki kéne lootolni. És akkor úgy lehet fölvenni, hogy van itt egy ilyen weapons menü. Ilyenkor tök jó egyébként, ezt az egyet szeretem benne, bár nem sok realisztikája van. Hogy ilyenkor megáll az idő, amikor benn vagy az inventory-ban. És gyakorlatilag itt pakolhatsz potion-öket, öltözhetsz, bármit csinálhatsz. Ilyenkor olyan is lehet, hogy akár egy baltával épp fejbe akarnak csapni, és az orrod előtt megáll a balta, amikor megnyomod a tabot, átöltözöl, vagy felveszel valami pajzsot. Na, így nézünk ki. Amúgy ez DPS-be szerintem sokkal jobb, mint FPS-be. De magát a harcok közben FPS-be sokkal jobban szeretem. És nagyon jól megoldották az irányítását, meg mindenen. Tomb Raider-be gyűlöltem azt, hogyha szemből mutatják a karakteremet, és megnyomom az előre gombot, akkor felém indul el. Na, ebbe szerencsére pont fordítva, úgyhogy nagyon kézre áll. Na persze harc közben lehet így is tolni. Meg hát vannak benne kivégzések. Ezek általában automatikusan működnek, amikor már nagyon lement az élete a karakternek. Van ez a fajta megölés, meg van egy ilyen külső nézetes animációs. Most csak az armor miatt armor miatt veszem fel. Ezt imádom. Le van vetkőztetve gatyára, hogyha kilútolod. Hát érdekes egyébként, mert az Elder Scrolls az bazi régóta van, tehát még ilyen doszos időszakokban volt az Elder Scrolls 1-2-3 talán. Ugye a... Várjál, az Oblivion, tehát a Skyrim az 5, az Oblivion a 4, a Morrowind a 3, akkor az 1-2 az meg ilyen doszos játék volt. Tehát biztos, hogy az Elder Scrolls az régebbi szerintem, mint a Witcher. Viszont a Witcher meg csak most lett így felkapva. Igazából az is tök régóta van, mert a sorozat miatt szedték újra nagyon sokan elő. Nem biztos, hogy egymástól loptak szerintem, egyszerűen csak ezekre rájöttek, ezekre a mechanikákra. Mert a gótik is bazi régi, tehát a gótik is ilyen, vagy akkor már mondhatnánk az Arx Fatalistot, az is ilyen. Tehát az olyan szinten meg van csinálva, hogy a kifogott halat azt hiszem ki kell filézni, meg kell sütni, lehet kenyeret dagasztani benne, tehát hogy így nagyon faszán meg van csinálva benne minden. Na, közben öltözködök. Már itt föl lehet venni ezeket a... Ugye ezeknek sokkal nagyobb a súlya, és sokkal jobb a védelem, de majd így folyamatosan így figyelni kell arra, hogy mekkora a súly, meg hogy mennyi fér el nálunk. Azt nem is tudom, hogy az inventory-t azt hogy lehet bővíteni, hogy talán a lóra itt lehet pakolni? Lehet, hogy itt a lóra nem lehet pakolni, mert a Black Desert Online-ban ugye a lovat föl lehet konkrétan málházni. Sőt, van málhás szamár is, ami direkt erre, vagy összvér, ami direkt erre való. Ez a másik, amit imádok. Minden kis kaját föl lehet venni. Ezeket meg is lehet majd főzni, meg minden. Ja, ösztönösen a shift-tel próbálok futni, igazából alttal lehet itt futni. Tehát nekem ez tetszik a legjobb a Skyrimben, hogy hol vannak a hagymák, a nyulak, a fácánok lógatva. Látszik, hogy mintha egy ilyen élő kis otthonba csöppennél be, ahol ég a tűz. Most én szépen mindent kilútolok, nem sietem el. Ugye van pénz is néha az embereknél, majd lehet lovat venni.
majdnem hasonló a ló vásárlás megtartás, mint a Black Desert Online. Ja, hogy itt most csak a húsát szedte ki. Ha? A filéjét. Itt vannak ilyen Magic Potion-ek, de még egyelőre nem tudunk ilyet. Ez a Salt Pile, ez csontból lehet, azt hiszem majd csontliszt csinálni. Vannak fölösleges cuccok is, tehát nem biztos, föl lehet venni ilyen serpenyőt, meg ilyen fasságokat, de igazából most egyelőre ezeket nem lehet nagyon használni. Majd lehet, hogy a főzésnél, én nagyon nem foglalkoztam a főzéssel, mindig amit lootoltam, azt ott betoltam, és nem volt nagyon szüksége erre, hogy itt főzöcskézzek. Azt nézem, hogy a nyílat azt miért nem tudom kivenni belőle, elvileg a nyíl is kilootolható, amit egyszer már belelőttél. Igen, itt vannak a potionok, amit a zsákból is lehet, itt is van só. Van egy csomó minden, amit én nem szoktam például használni, de valaki meg igen. Ez mi a szar? Tojás. Van olyan tojás, ami mondjuk a kajához jó, de van olyan, ami mondjuk egy ilyen mágiához, tehát lesznek majd ezek a alchemist, nem is tudom, hogy van az magyarul, ilyen kis asztalok, ahol lehet ilyen különböző mágiás cuccokat csinálni. Jaj! Ez a... Vagy itt nézzük el mindig a damage-et. Én egyébként lehet nálunk balta is ilyen... Mi a mace magyarul? Azon nem jut eszembe a szó, na mindegy. Itt lehet ilyen bunkós bot is nálunk, balta is, kard is. Hú, ezt majd itt unlockolni lehet. Valahol van egy lockpick, azt tudom. Vannak ilyen könyvek, rengeteg sztori, egyébként ilyen backstory benne van. Azért is kurva sok időt el lehet cseszni. Hát ugyanilyen táskám volt. Na, itt van a... Igen, ez a lockpick, ez nem véletlenül van itt. Itt el is mondják, hogy ez már évek óta nincsen kinyitva. Egyébként ez random. Random változik, hogy tudod éppen kinyitni. Nekem ez tök tetszik ebbe. És nagyon sok játékból ezt én hiányolom, hogy nincs ilyen fajta lockpickelés. Na és hát ez ugye nulla armor, viszont nagyon sokat ér. Ez a hood. És termeli a varázspontokat. Ez is... Ez regenerál, ez az a másik ruha. Egyelőre én most ilyen harcos izé leszek, de majd később ijászkodni is elkezdünk, aztán utána meg, hogyha már kitanuljuk, akkor varázsolni is. Na, ezt itt megint ki lehet nyitni, nincs benne semmi, úgyhogy nem. Itt vannak ilyen side... Na, ott például van arany. Nem törik el a lockpick, akkor meg is... Tartatjuk egy következő. Na, ezzel most már kettőt kinyitottam, és ott van egy kis arany. De magát a csontvászt ki lehet baszki lootolni. Csont lisztet is tudsz belőle kiszedni, de... Nézzük, meg itt is volt valami egy csontváz. Hát ha széttörik, akkor már nem. A skult el lehet hozni, az is valamire jó. Na, láttam egy csontvázat. Hát tudom, ezt így tök imádom ezeket az ilyen elhagyatott... Ja igen, tegnap láttam én ezt, csak erre emlékeztem. Ezeket az ilyen elhagyatott, hát én mint ilyen kalóz filmbe lennél, vagy nem is tudom. Mindent így meg lehet nézni.
Én teljesen elvekájú egyébként Skyrim-től, olyan kedves emlékeket hoz elő. Mondom úgy, hogy mi sokáig annak idején, amikor ez még megjelent, csak így néztük, és így, ah, de jó lenne egyszer Skyrim-ozni, és nem is tudom elképzelni, hogy ilyen gyorsan fejlődik a technika is, hogy most már ennek nincs gépigénye, tehát nekem így látom, hogy a gépem simán elmegy. Na, itt már mások is jönnek ránk. Amúgy levettem egy hajzsot, és nem vettem fel. Ott is egy kivégzés. Tehát itt van ilyen skill menü, egy magic menü, ugye maga a térképet itt tudod előhozni, és akkor az items így van benne, és akkor van ez a weaponson belül. Ja nem, apparelben van a pajzs. Ja igen, apparel. Elvileg még a kezeket is lehet váltani, hogy melyik kézen mi legyen. Igen, ez a leggagyibb nyíl. Iron Arrow. És ez meg egy longbow, igazából ez olyan, mint egy hunting. Annyit ér. Ezt itt be lehetne gyújtani, de még nincs olyan varázslatom. Sok hadonászástól lemegy a stamina nálam most éppen nullán van. Itt a hosszan nyomva tartod, akkor én határozottabb, erősebb ütést csinál. Hát igen, ezeknél ugyanilyen a loot kb. Tudom, nagyon bagos, de mai napig sajnos. Képzeljétek el, ez a barátom, akiről meséltem itt az elején, hogy ő nagyon sokat moddolja a Skyrimot, meg ő nagyon így bele van ebbe a Skyrimba így. Úgymond így buzulva. Meghívott az esküvőjére sok évvel ezelőtt, egy 4-5 évvel ezelőtt az esküvőjére. És amikor a házasság kötőterembe vonultak be a párjával, akkor a Skyrimnak a fő címzenéje szólt. És akkor ezt ide nagyon, nagyon megtetszett, nagyon vicces volt. Na, itt most lehet, itt meg lehetne nézni, ahonnan ez a víz folyik. Vannak ilyen mellék dolgok. Ja, hát igen, ő tényleg nagyon geek. Szia, Máté Heli! De mondjuk nem tudom, lehet, hogy én mozgok ilyen körökbe, mert... Na, ez itt egy tök más... inside, ezt most megnézzük. Lehet, hogy én mozgok ilyen körökbe, vagy nem tudom. Igen, ez omlott itt be. Aha, onnan jöttünk. Mert egy másik barátomnál meg a Star Wars-nak a zenéje volt az esküvőjén. Úgyhogy... Szerintem egyébként a mi esküvőnkön is lesz majd valami hasonló. PUBG-nak a zenéje. Nem. Hú, meg a pókok, de jó ég. Igen, itt az ijászkodás. Lehet, hogy ez is részben egy ilyen kis... mintha tutoriál lenne. Wow. Ez ennyi. De olyan pókboszok lesznek. Azt gondolkozok, hogy melyik játékot kijátszom, abból veszek egy pósztert. Én annak azt csináltam, hogy mindig ugye megvettem Steamen vagy GOG-ról digitálisan. Aztán annyira megtetszettek a játékok, hogy én mindig rákényszerültem, hogy én megveszem GOG-ról, akár használtam, de hogy meglegyen fizikálisan is. És az Observernél volt az, hogy... nagyon drága volt, de én azt mondtam, hogy nekem az a játék az kell, mert az egy ilyen műalkotás kvázi. Na itt van ez a Frostbite Venomnak a... vagy hát konkrétan ez a méregnek a neve, vagy Frostbite.
Érdekes, hogy itt se tudom kivenni az íjat a... vagy a nyílvesszőt a... fogból. Ebben meg igen. Ebben meg... ebbe is ott van. Itt a Venomot, azt majd azt hiszem össze lehet kombózni a... ez most mi volt? Valami megszúrt. Össze lehet kombózni, arany volt a oknál, a nyílvesszővel. És lehet ilyen mérgezett nyilat csinálni, bár annyira nem láttam, hogy hatásos lenne. Most lehet, hogy itt is van valami. Semmi. Ilyen bebábozott hulláktól is lehet lootolni. Most eBay-ről PUBG-s posztert akartam, de olyan drága volt, hogy megszereztem jó minőségbe a magát a képet. És van egy nyomdász ismerősöm, ki fogom nyomtatni náluk. Csak még nem szántam el rá magamat. Ahogy itt meg izéval fogunk harcolni. Medvével. Ja, hogy ott a medve konkrétan ott alszik. Itt a sneaket próbálja így betanítani nekünk a játék. Hoppá! Ennyit ért a sneakelés. Hover detected. Oh. Az hamar meghalt. Nem tudom, a karmait az valami alkimista cuccra lehet használni. A bőrétből talán valami ruhát. De van olyan is, hogy van olyan küldi, hogy 10 medvebőrt szállítsen le XY-nak, talán még a fő küldinek a része is. És akkor bizony így ölni kell őket. Ez is most egy olyan dolog, amivel egyelőre nem fog foglalkozni, mert cipelni sokkal rosszabb. Az olyan rossz, amikor így lelassulsz a túlsúly miatt. Hú, én ezt már sokszor kijátszottam, Máté. Én már ezt szerintem 3-szor kijátszottam, és abból 2-szer streambe. Egyszer meg offline, de úgy, hogy fölvettem ilyen epizódonként. Ez egy nagyon hosszú játék, de az alapsztoriát azt ki lehet játszani egy ilyen 8-10 óra alatt, és utána még a játékban rengeteg időt el tudsz lenni, és az egyik ilyen hibája a játéknak, azt nagyon sokan szokták említeni, hogy mikor kijátszottad az alapsztorit, akkor nincsen ez a credits. Hanem ki kell lépni a menübe, és úgy kell indítani a creditset, és ez is egy ilyen Skyrim-os vicces dolog. Na hát, itt szerintem nyomhatunk egy mentést. Ez volt igaz, innen kezdődik igazából a játék, tehát most a közeli házakat így feketén mutatja ott fönn a iránytű, vagy nem tudom. Itt csak az égtájak vannak egyébként, minden más, meg ha közel érsz, akkor jelenik meg. És akkor ugye itt a map, az úgy néz ki, hogy ugye nincs felfedezve, tehát most a sztoriban vannak ilyen helyek, amiről tudunk. De ez majd itt teljesen sűrűn be lesz itt majd itt felfedezve, és akkor ez a Custom Destination, ez nem tudom mi, mert én nem szúrtam oda, viszont ide kéne jönnünk. És átrakom oda. Jó. Na, ott egy nyuszi egyből. Milyen? Csávónak már lábába lőttem. Jó, már nem is vagyok éhes igazából. Aztán lesz valami varázskaszt itt, vagy nem is tudom, itt el lehet dönteni, hogy ilyen klánhoz tartozol, vagy valami majd itt lesz ilyen világítós
szarság. Remélem nem tévedek el. Aha, igen, ez az. Jók az emlékeim. Hú, de én nagyon szerettem csak így barangolni így a game-be. Lehet, hogy a Wolfnak ezt a játékot kéne játszani, mert ő nagyon szereti ezeket a mászkálásokat. Ez a Mágia Stone. Ez a Thief Stone, hogy ilyen tolvajkaszt legyél. Ez meg a Warrior. Ez olyan tipikus egyébként, ezek a Might and Magic játékok is ez a három kaszt körül forognak. Vagy a Diablo, vagy ilyenek. Hát én inkább ezt, én a mágia. Mert nagyon látványos varázslatok vannak benne. És akkor van itt ez a Magic cucc, van a Destruction. Ezt már elvileg tudjuk is használni, van a Resurrection. Ezt is tudjuk használni. A Night Eye, ez most Night Vision, hát egyértelmű. Illetve a Kijetnak vannak ilyen karmai. Ez érdekes, mert ezt nem is tudtam, hogy ez ilyen. Hát ezzel tudom én magamat healelni. Ami tök jó egy ilyen fejszével összekombinálva, hogy harcolsz és közben magadat healeled. Erre majd valami beváltás is van, azt hiszem. Ilyen gyors menü. Illetve Destruction. Lángszóró. Ezzel például ezt a benzint, vagy petrólámot, vagy nem tudom mi volt ott, be lehetett volna gyújtani, amikor az IS-okkal harcoltunk. Na jó. Hát ugye Warrior felszerelésben vagyok, de majd hát, hogy lecseréljük. Most nem tudom, hogy ezt az utat kövessem-e. Na, itt például instant felfedeztünk egy sidecurit, egy barlangot. És vannak ilyen nem is tudom, mik ezek ilyen... Bandita, ki is írta. Elégettem a picsába. Ezeket így reggelire megesszük általában. Most nincs is nála semmi. Hát én most itt nem megyek be, mert ugye szeretnék a fő történeti szálon maradni, mert különben nagyon hosszú bőlére eresztjük a dolgokat. Haverunk elment? Ja, ott megy elő. Egy farkast elkapott, hoppá. És igazából így a történet része, itt is lehet ilyen farkas bőröket szerezni. Majd lesz olyan főszereplő, aki el van átkozva, és farkassá lett változtatva. Úgyhogy majd találkozunk ilyen bosszal is. Fú, azt hiszem ennek is többfajta befejezése van, de van egy ilyen Dragonborn kiegészítője is talán, ami teljesen más irányba viszi el. Van kettő hivatalos kiegészítője, hogyha jól tudom, a Special Editionben azok benne vannak. Illetve azóta most kijöttek, már nem is tudom, én nézegettem ilyen kulcsokat ehhez. Egy csomóféle új kiegészítője van, úgyhogy biztos, hogy most már több. Na, be kellett jönni ebbe a városba, igen, és... valakivel itt beszélni kell. Ja, érdemes eltenni a fegyvert, hogyha bejössz egy városba, vagy valakivel beszélsz, mert azt hiszi, hogy támadni fogsz. Itt is lehet például ilyen munkát csinálni. Lumber Peel. Na, miért nem dolgozik ez? Na, azért mondom. Ezek ki vagyunk baszva.
Az egy fűrész malom. Meg lehet itt munkálni a fát. Mindenféle malom van egyébként. Itt a vaj úgy vágja a fát. És pont itt kell beszélnem egy nővel. New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the mill. Most nem tudom, hogy nekünk supply kell, vagy a Riverwoodról kéne kérdeznünk. Some folks think it's my town too, but it ain't. The Jarl in Whiterun owns the land and the town. I just pay the taxes. A legrosszabb, amikor megölsz egy olyan karaktert, aki a fő sztorinak a egyik ilyen szereplője. Volt olyan, hogy egy hullára vezetett el engem ez a ping, és beszélnem kellett volna a hullával, mert különben nem tudom a fő sztorit továbbvinni, úgyhogy nagyon gázos. Na, kaptunk valami ajándékot. Ezt mind odaadja? Mész sör. Ez jöhet. Ez valami kecske láb. Ez egy ilyen, ez is sör, hósanak. Jól telépakolt minket. Ezeket a gyűrűket egyébként, ez nem csak ilyen apparel díszek, hanem ezeknek is van olyan, hogy valamelyik ad, úgymond így, manna pontokat, vagy tölti az életedet. I don't know why, but most arról számolunk be, hogy volt, találkoztunk sárkánnyal. Már egy ideje nem találkoztak az itteniek sárkánnyal, és most ez a szóbeszéd van, hogy jönnek elő a sárkányok. Na, oké. Raylo, what are you doing here? I'll be right down. Például voltam Tolvaj kaszba is, és van egy ilyen város, aminek az egész alja, az így meg van csinálva egy ilyen underground, nem is tudom minek, ilyen Tolvaj birodalomnak. Igazából, ha más kaszta mész, lehet, hogy egy komplett storyline-t kihagysz, úgyhogy érdemes mindegyik kasztot kipróbálni egyszer. Lehet leszedni a gombákat, mint a rászba. Ebből is lehet főzni, hogyha megeszed nyersen, van amelyik mérgező, van amelyik nem. Ugye vannak ilyen fogadók, itt lehet kivenni szobát is. Nézzünk be ebbe a inbe. Empty barrel. Ja, meg hogyha lopsz, akkor, és észreveszik, akkor abból baj lehet. Ez ugyanúgy van megcsinálva, mint az Arx Fatalisba. Hát, hogy itt van a steel. Be tudnék kajálni. Itt lehetne craftolni, ez Alchemy Lab. Nem nagyon értettem annó én ezt, és igazából itt vannak a receptek alul, hogy mi az a require, ami, tehát, hogy mi kell hozzá. Konkrétan nekem nincs még izém se, tehát nincsen konkrét tervem arról, hogy mit akarok craftolni. Ha mennyi pénz. Valahol itt van egy titkos ajtó egyébként. Lehet, hogy pont ő meg is mutatja. Na, most nem veszek ki tőle szobát. Word is, Ulfric Stormcloak escaped from the Imperials. War is only going to get worse now. Nagyon a sztori elején vagyunk szerintem. Bár, faszt, annyi lóvénk van. Lesz még itt pénz. Ott kivettünk egy szobát. Meg sem mutatja, vagy most ez a szoba? I'm the innkeeper. It's my business to keep track. Ja, ez a te szobád, jó, vagy.
melyik az én szobám most? Fent is van szoba? Kivettem egy szobát is? The war keeps most folks away. Give me a mug of it. Are you joking? You just rented a room from me. Igen. Odaadtad a szobát, és nincs meg. I don't owe you money. Vannak ilyen bárdok ebbe is, mint a... Cserben. Na jó, van, ígyunk egyet. I'm just a cook, lad. There have been whispers. A boy up in Windhelm, name of Aventus Aretino, been trying to contact the Dark Brotherhood. Oh, bazd meg. Lehet, hogy felvettem véletlen egy side mission-t. Here, take a look at this. Some of the yards. Nagyon könnyű egyébként felvenni, és aha. Tehát most azt hiszem, itt segítenem kell nekik. Valahol lesz, amit mutatja az összes mission-t. Míg be vagyok benne. Na itt vannak ezeket, így lehet gyakorlatilag így kifejleszteni. Ez csak a Destruction. Pontokkal lehet ezeket a csillagokat így össze kötni. Egyelőre még nincsen megfelelő mennyiségű pontunk. Rengetegféle varázslat van. Na ez itt a main story-nak a helye. Jó, én megyek arra. Tehát véletlen beszélsz valakivel, felveszel egy küldetést, és nagyon-nagyon el tud húzni más irányba. Most nem is tudom, hogy lehet-e törölni, küld itt vagy. Ja, itt van a quest, igen. És ennek van valami jele a főküldinek. De érdemes a térképen mindig ezt a kis kaput nézni, vagy ezt a ilyen jelölést, amit én is le tudok tenni, csak ez fekete színű. Különben azon kapod magad, hogy a játékban vagy már kurva régóta. Ott egy szarvas. Most ez nem... Nem szorulunk rá egyenes izékre. Húsra, meg ilyesmikre. A borral például, meg a sörrel lehet a staminát följebb tolni. És nekem itt azt tetszik, hogy hoppá, itt lehet, hogy rabokat szabadíthatnánk ki. Imperiálokkal nem vagyunk jóba konkrétan. Megtámadt őket egy farkas. Hát nem tudom, egy rabot most itt kimenekítek, akkor megint ő is szerintem ad valami küldit. Nem akarok nagy bajt. Egyszer itt dokumentáltam egy nagyon durva bugot. Majd lesz egy olyan, amikor itt lesz egy sárkányon egy csata. Ez az egyik ilyen főváros rész egyébként. És konkrétan a sárkány így stukába, így lement a vízbe. És ez azt hiszem pont streambe volt. Na, ott vannak az óriások, éppen harcol valakivel. Ezeket rohadt nehéz kinyírni. Úgy lehet földről felszedni ilyen hagymát, káposztát, karalábét. Na, kinyírte? Well, that's taken care of. No thanks to you. Another milk drinker crying about his effort. Glory only awaits those who triumph. And as companions, our glory must always be hard fought. Vannak ilyen főbb szereplők, akik így járnak, kellnek a Skyrim világában, lehet velük találkozni. Érdemes figyelni arra, hogy nagy megöljük őket. Azt hiszem, hogy ez a csaj is egy olyan. Not for me to say.
You'll have to talk to Cadillac Whitemane. Most az ő frakcióik közt tudom joinolni, bár én szerintem ezek is imperiálok. If you go to him, good luck. Az meg ez is adott valami kőrit. Ez ki van szedve. Hát itt kvázi a királlyal kell beszélni, azt hiszem, hogy hírét vigyük annak, hogy vannak megint sárkányok. Gyakorlatilag innen küld el minket a kis utunkra. Itt van egy... itt lehet lovat bérelni, de lopni is amúgy. Viszont az ellopott ló az hajlamos így elmenni, tehát hogyha azt nem tudod csak így ott hagyni akárhol. Egyébként nekem ez a tél, ez nagyon tetszik, hogy ez jellemző a Skyrim világára. Meg ugye itt is telik az idő, most nem valós időbe, de... van északi fény is. Igen, itt van olyan, hogy ha nem fizetsz ilyen védelmi pénzt, akkor bevisznek a börtönbe. Vagy ezt mondod, hogy kösz, nem, így nem foglalkozok veled, akkor lehet, hogy instant megtámad. De most nekünk beszélnünk kell elvileg a királlyal. You'll find the Jarl in Dragon's Reach, at the top of the hill. We'll pay whatever it takes, but we must have more swords for the Imperial soldiers. Lesznek majd ilyen üvöltések is, ilyen shoutok, vagy nem tudom, hogy lehet őket jól mondani. Ilyen üvöltés, így instant be tudod nyomni. Bizonyos ideig töltés, és utána be tudod nyomni, vagy a két üvöltés között van egy kis töltés. Konkrétan így el lehet így repíteni az ellenfeleket. Nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így odajön egy ilyen katona ilyen keményen, hogy tízes védelmi pénzt. Így ráüvöltesz, és így elrepül ilyen 6 méter távolságban. Itt a trónterem. My lord, please. This is no time for rash action. I just think we need What's the meaning of this interruption? Jarl Balgrath is not visitors. Who's this then? Sárkány támadásról akarok beszélni. Well, that explains why the guards let you in. Helgenből hoztuk a híreket. So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? Igen, a sárkány lerombolt a Helgent. Irileth was right. What do you say now, Proventus? Shall we continue to... Jaj, srácok, meg az is mekkora bug volt. A közepe vége felé van egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ott is ott lesz a király, meg számos ilyen pap, ilyen fontosabb szereplő. És bazd meg, úgy fagyott meg a játék, hogy nem tudtam felállni az asztaltól, mert az egyik karakternek a beszéd hangfájljai hiányoztak a eredeti CD-ről feltelepített, vagy DVD-ről feltelepített játék mappájából, és utána olvastam, és ez kurva sok helyen előjött. És úgy kellett letöltenem hozzá azokat a hangfájlokat, és manuálisan berakni a mappába, mert különben nem folytatódott a játék, ott ültünk az asztalnál, és arra várt mindenki, hogy megszóljon az egyik karakter, akinek nem volt hangja. És így mondom, úristen! Úgyhogy vannak ilyenek, és az is lehet, hogy majd ti is így szemtanúi lesztek ennek. Most ugye felraktam ezt a verziót, ezt most nagy nehezen összetákoltam, hogy ez működjön ezen a gépen. És eddig le is kopogom, egész szépen néz ki, meg egész jól működik. De ugye ez a játék, ez azért ilyen bugos, mert ez teli van ilyen scriptekkel, tehát
bármit csinálsz, elindul egy script, és utána már egy teljesen más vonalon mennek az események, és nagyon sokszor keresztezik ezek egymást, vagy éppen hiányzik egy eleme ennek a vonalnak, vagy ennek a scriptnek, akkor az így összeomlást eredményez. Na, itt ismerkedünk meg. Valamiféle varázslata. Vannak ezek a kristályok, ezekkel lehet majd tölteni az ilyen varázsbotokat. Varázsbotok azok sokkal erősebb varázslatokat tudnak majd, mint amit kézzel lehet. Viszont azok le is fognak merülni. Na, lehet, hogy a sárkány elleni felvértezést kéne. Perhaps even a scholar? You see, when the stories of dragons began to circulate, many dismissed them as mere fantasies, rumors, impossibilities. Nem tudom, hogy megvan ez a dwarven civilizáció, nem tudom ki mennyire vágja ezt a Skyrim világát, vagy a játékot. Ugye ez egy ilyen nagyon modern civilizáció, ami így ennek a világnak a megelőző legfejlettebb civilizációja volt, de hát ez most kb. Ilyen sötét középkor szintjén van a Skyrim, ugye ez nem egy ilyen valós világ, hanem egy ilyen fantasy. És ugye a föld alatt lehet majd találni ilyen pókrobotokat, meg minden, de ilyen nagyon érdekesen vannak ábrázolva. Ilyen aszték, meg inka ábrázolásmóddal, ilyen mindenféle ilyen kristályokkal működnek, és tök izgalmas, meg lesznek ilyen gőz centurion robotok. Na, közben itt azt nézem, hogy lehet, hogy majd ilyen varázsruhába kéne átöltöznünk, csak nagyon gyenge a karakterünk. Must preserve some professional secrets, mustn't we? I have my sources. Reliable sources. Igen, enchantolni is lehet majd dolgokat. Take an enchanted weapon or piece of armor, then use the arcane enchanter to learn its secrets. The item is destroyed in the process, so be wary. Once you know an enchantment, you'll need a filled soul gem and something to enchant. You'll use the arcane enchanter for that too. Of course, I have ilyen kristályokat is bele lehet rakni kardba, vagy akár páncélba. Ez ugyanúgy, mint a Black Desert Online-ban, hogy van. Hú, de ott is olyan bonyolult minden, és már nem is tudom, mikor nem játszottam le, és már előre félek, hogy elfelejtettem a dolgokat. Mondjuk Skyrimba viszonylag egyszerűen meg vannak ezek oldva. Many of the monumental ruins that still dot the landscape were in fact filled as temples to the dragons. The details are lost, but at some point the Nords rebelled. After a long and terrible war, the Nords overthrew their dragon overlords. Oh no, many were killed, of course, but many survived into historical times. Why? This very palace was built by one of Balgruuf's ancestors to hold a captive dragon. Hence its name, Dragon's Reach. Na, sokat dumálunk már, kéne valami izé. Igazából ennek most valami könyvet kéne adni. Vannak olyan könyvek, amiket rákattintasz az inventory-be, és instant meg tudod tanulni. És ja, itt eladni is lehet. Scrollokat is árul. Ugye vannak olyan scrollok, nem, ez a Scroll of Mayhem, ez nagyon durva. Ezeket így el kell nyomni, elég nehéz jól időzíteni, hogy ezeket benyomd, és akkor igazából aha, nincs elég aranyunk rá. És akkor körülötted ilyen nagyon durva, akár forgószelet lehet csinálni, vagy bármilyen. Nem is mehetem el?
Nézzük már meg, hogy van-e könyvünk. Itt ugye van külön book menü. Van egy levelünk. Ezeket egyébként lehet gyűjteni meg. Ezeknek nulla a súlya. Azt írja, látjátok, hogy ez... Tehát ebben bármennyit föl lehet pakolni. Na, ez például a Sparks. Ez a ilyen elektromos varázslat, amit ott láttunk is az elején. És meg is tanultuk. És itt a Magicben... Meg itt kéne a Destructionbe. Aha, ott van Spark. Csak most nem akarom elővenni a király előtt, mert ahogy ezt így jaj, hogy támadni akarok. Alchemy Lab, meg ez az Enchant, Enchantlós. Itt se tudok még szerintem mit enchantolni. Lehet disenchantolni is, tehát ez már egy enchantolt ilyen ruha. Kíváncsi vagyok, mire szedi szét egyébként. Szolgem. Valószínűleg szolgemre fogja szétbontani, úgyhogy most nem is akarom. És ez a szolgem. Ez a, igen, ez is egy szolgem. Én nagyon nem enchantoltam soha. Én a szolgemeket mindig belepakoltam izéba. Most, hogyha nem látják, hogy lopsz, akkor... Akkor az nem... De nagyon para egyébként, tehát nem akarom magamra uszítani ezeket most itt. Tehát én ezeket a szolgámeket mindig beleraktam a botokba. És... én aksiként használtam kvázi őket. Most elvileg ide kihoz az történet, most valamelyik... Nem ez a kapu az? Aha, ide jövünk majd ki, de most valakivel kéne beszélnem. Itt fog megjelenni majd a sárkány. Ez nagyon durva terasz egyébként. Itt lehet majd elkapni egy sárkányt. Itt egy ilyen csapda hozzá. Valahol majd meg kell húzni egy ilyen kart, és akkor ráesik. De most valami... Valami kimaradt, mert annyit pofáztam. Jönnek elő az emlékek, és... Leugrani. Azt hiszem lehet még izét is így mappot is update-elni. Ja igen, meg is van. Lesznek néha ilyen... Brigands I can handle, but this talk of dragons, the world's gone mad. Innen is lehetne csórni. Csak a piszt. Van ilyen ruha, amit ha ellopsz, például ez. Egyből tudni fogják, hogy az lopott, mert mi még olyan kaszba vagyunk, hogy ezt nem használhatjuk. Sőt, van konkrétan, ami nem is kaszt, hanem csak ilyen jómódúaknak a ruhája. Ugye nem a tolvaj izét csinálom, de mégis azért itt a pénzt azt így próbálom összegyűjteni. Tök jó egyébként, nem tudom, én, ez lehet valami fétis, de én így imádom ezeket a... így átkutatni mindent. Belelesni mindenbe. Ez egy külön... külön rész. Hiszem a sajtot. A szarba vagyok. Ja, itt alszik valaki. Amúgy... ez is para, hogyha éppen föl kell valaki. Te meg ott lopkodsz mellette. Nem akarom, hogy észrevegyen inkább. Ezt is ilyen kulcssal, ezt a... tartót ki lehet nyitni. Az igen! Az igen. És ez Master.
Na ez például az, azt hiszem ez egy Dwarven Sword. Tehát ez a... ez a letűnt faj, amiről meséltem. Azoknak az egyik ilyen fegyvere. Ez nagyon... ups, ez látszik, hogy Master. Hát ez nem fog sikerülni szerintem még. Egyszerűen... annyira kezdők vagyunk ugye most a Zakarival, hogy... van még 13 lehetőségem. Meg se tudom kezdeni, hogy hol... és még azt hiszem van e fölött is egy expert talán. Hát ez így csak pazarlás, úgyhogy hagyjuk szerintem. De azt hiszem az ráadásul kétkezes kard is, szóval... akkor ugye nem tudsz használni... pajzsot. Itt is valaki alszik. Ja, ez is nagyon durva. Ezeket is gyűjteni kell. Azt hiszem ez a Unusual Gem, ez ugye nem tudott felhasználni semmire. Ezeket csak gyűjteni kell, és összesen az egész játékban talán nem is olyan sok van, most nem akarok mondani számot, de ilyen tizen pár darab. Be glad you're here in the city and not out in Riverwood. Those poor sods don't even have a wall. Sajnán kirabolom őket. Na, ez is egy Iron Battle Axe, dupla kezes. Ez is, hát nem akarom ellopni. Ah, az igen. Klasszikus Skyrim helmet. Mindenki alszik, én megkirabolom őket. Van ezeknek elég lóvéjük. Van ez a Ignot, ugye itt is lehet akár csak a Arx Fatalisban így önteni ilyen, hát ilyen rudakat, azt hiszem jól mondom, és majd lehet kovácsolni belőle. Jól van, kijövök. Én azt hittem, hogy jön ez a sárkány ide, de lehet, hogy ez még kicsit később lesz. Megmutatja magát, hogy nem csak mi beszélünk róla. Próbálok még innen szerezni valamit. Oh, I thought you were already on your way to Bleak. I believe I am, yes. Would you be so kind as to deliver the frost salts for me? I'm sure Arcade... well, let's see. Travel-stained clothes, worn soul. Sadly, no. Perhaps, I mean, what a fascinating conversation that would be. Ezekben mindenki tud egy küldit adni, tehát ha egy gyerekkel beszélsz, még az is fogadni. Vagy hogy valaki eltűnt. Na, itt beestáldott. Annyira jók a zenéi, tényleg így. Iszonyatosan el tudsz benne merülni. Na jó, én iszok egyet. Este már lehet. Ez azt hiszem a foodba van amúgy a borja. Szia, Szabi, honey. Azt hiszem, itt is be lehet rúgni.
Ennyit ért a stamina, na le is ment. Mondjuk én mindig ilyen türelmetlen vagyok, én mindig shift-tel megyek mindenhova. Azt hiszem 1000 arany egy ló. Az aranyunk, ja igen, 250 aranyom van, az nem lesz elég. Pláne ha innen lopok, akkor az meg azért nem jó, mert ezekkel itt jóba kéne lenni. Viszont hey. Ja, hogy ez fát vág. Csád russzán! Komolyan tolja. A bőrmíves, ott főznek. Hát el kéne adni pár dolgot. Both are sworn to me, and both have with. Take a look. Nem, ő akar eladni. Az igen. Ez például egy ilyen csantolt kard, de csak 8-as damage-e van. Ez egy enchantolt ilyen dagger. Ez a 10-es mace, ez elég jó. 19-es, de ez kétkezes. Na és én mit tudok eladni? Van egy 9-es Imperial Swordom. 10-es Iron Mace. Longbow. Hát igazából... ezt az axet, ezt eladom. Kardot megtartanék. Eladjam a páncélomat. Az a baj, hogy még túlságosan még... De ez egy másik páncél is. Ez 33-as armor. Ez csak 27-es, akkor eladom ezt. Úgyhogy tetszik a kinézete. A Venom az... 7 aranyat ér. Igazából a foodokat eladhatnám simán. Na, ez a tojás is például. Salt pie, ezeknek mind egy arany az értéke. Ametisztet, ezt 39-szerrel lehet. És akkor vegyünk tőle valamit? Vagy egy ilyet? Hát, de nem erős, igazából na, egyik se olyan, de jó. Inkább átöltözök. Ez a gyűrű mit csinál? Sima Silver Ring, szerintem semmit. Armor Rating 74. Nem tudom, az annyira nem kell nekem. Na és akkor van ilyen fast travel cucc, igazából egy ilyen lovas elvíz, csak most nem tudom, hogy hova kell menni. Nézzük meg, hogy van-e valami. Mi a küldetés? Aha, itt vagyok. Ide kell jönni. Ó. Oh. Na ez jó lesz. Ez jó kis izé. És nincs is olyan messze. Úgyhogy meg oda szerintem nem is megy fast travel. Blake Falls Barrow. Ha elvisz oda, akkor elmehetünk. Need a ride? Where do you want to go? Ah, nem visz. Ez csak a nagyobb That's városok fine. Felé visz. Great Falls Barrow. Jó, akkor megyünk az éjszakába jó messzire. Néha egy a farkasok meg a pókok itt csapatos túl éjszaka megleptetnek, meg a banditák is akár. Ezekből egész jól lehet majd lootolgatni.
Olyan is valami. Farkas üldözi a szarvast. Egyébként csodálkoztam is, hogy még viszonylag kezdő vagyok. És egész erősek voltunk eddig. Jó, hát most a mindenen át kell konkrétan menni. Valahova oda föl. Hoppá! Igazából bármit csinálsz, fejlődsz. Tehát most így is fejlődött a nyíl, és az íj használat. Érdemes a játékban időt eltölteni. Neked is van régi játék céled? Milyenek vannak? Nagyon szeretem a retro játékokat. Képzeljétek, ma is bizniszeltem. Onnan jöttem ma, így meg is áztam. Sikerült szereznem egy Game Boy Advance Micro, azt hiszem az a neve. Egy nagyon kis kiszerelésű játékkonzolt. Nem tudom, mindenki gyűjt valamit, én... Valamiért nem, ez így be van ragadva. Aha, itt ezen a csapáson mehetünk itt fölfelé, ez jó lesz. Meg tök jó, vannak ilyen élő halottak, vagy nem tudom, hogy ebben a játékban úgy hívják őket. Ilyen, azok is ilyen régi, ősi katonák, és konkrétan ott fognak előtted így kiolvadni. Aztán pont ahova megyünk, ott lesz egy ilyen szentély. Wow. Az tök jó, Szabi. Aha, itt is van. Úristen! Sárkány vagy madár? Ja, az egy sas madár vagy bagoly. De durva. Nem is emlékeztem, hogy ilyen volt. Na, nem ide kell jönni, de megnézzük ezt a Blake Falls Barrow-ot. Valójában a Dragonstone-nak lesz ott egy bejárata. Aha, és már valaki észre is vett. Aha, itt jön egy bandita. Néha ezeket a helyeket így megszállják. Az igen, kétkezes, gyorsan le kéne szedni róla. Meg egy ijász is. Tehát a 17-es Battle Axe-et csak úgy elviszem, hogy hát ha jó lesz majd eladni. Ketten lőnek nyilna. Érdemes itt is így dance-elni közben. Egész jól lő. Ugye elvarázsollak. A másikat elvarázsoljuk. Distractionből Sparks, és annyi, hogy egy egykezes valamit kell közbe fognod, vagy semmit. Pápatín! Ennél is longbow. Lehet kétkezeset is csinálni ilyen elektromos, meg mindenből igazából, csak akkor kétszer olyan gyorsan merül le.
Arról küldhetném valami képet, majd Szabi, kíváncsi vagyok. Na, mi van itt? Még biztos, hogy lesz valami. Ennek a bejáratánál igazából az igazi őrzők lesznek, aha. Jaj, meg nagyon durva lesz, lesznek ilyen... Már-már ilyen Indiana Jones-ra hasonlítós csapdák, meg mindenféle ilyen megoldások. Ide most csak benézünk egy picit. Óriás patkány egyébként. Volt nála egy gyűrű, lehet, hogy valaki átváltoztatta patkányán az illetőt, és itt is van egy-két bandita. Legjobb, amikor ilyen vérjór támad rád, aminek fém felszerelése van, és te villámozol rá. Hát csak kiszedjük a ládájukat, aztán megyünk a dolgunkra, és ott a kivégzés. Nem volt pajzsa, aztán úgy viszonylag sérülékeny volt. Na, ez egy novice nehézségű. Oda nézzetek. Na, ez a hunting bow, ez egyel erősebb. És szintet is léptünk a... Ez pedig egy szolgám, de empty. Az... Azt akkor miért hozzam el, hogyha az üres? Azt akkor benne hagyom. Illetve lehet, hogy elhajítom a régi longbow-ot. Ez csak 7-es erősségű. És akkor ez egy 8-as hunting. Ez az jobban is néz ki. Na jó, és akkor most itt is ez már megint olyan, hogy itt lemehetnék, itt megcsinálhatnék egy csomó mindent. Jók egyébként a side küldik. De még azért nem ajánlom őket, mert ha véletlen később majd main küldi lesz ez a hely, és te előre megcsinálod, és esetleg megölsz valakit, akit nem kellett volna, akkor az... ez para. De hallod, én itt vagyok. Dragonstone. Jó helyre mentem be, tök véletlen, de akkor a másik helynek a megjártam. Az Break Falls Temple. Túl közel vagyok. Most fogom elbaszni. Oké, mentést. A szarba vagyok. Break Falls Barov. Pedig ez az a bejárat, Dragonstone. Ez ugye kicsit szét. Lehet, hogy amúgy ez csak egy átjáró, és a másik oldalon lesz az, amit keresünk. Pedig nagyon úgy tűnik, hogy ez jó hely. Jó. Túl meredek a hegy. Egyébként sokszor szoktam a Skyrim-ot így felhozni példának, hogy Rásztal szemben, hogy itt tök jól lehet a hegyen, meg mindenen így át. Nem wallhack-en, csak itt rendesen lehet így menni, tehát nem akadsz el semmibe. Még mondjuk egy ilyen szegélybe a ló az teljesen bele tud akadni a Rásztba, és Ha rajta vagy fönn, akkor se tud leugrani, szóval így elég gáz. Jó, akkor indulunk erre, megnézzük, hogy milyen stájsz itt. Hol nagy pókhálók vannak itt, vannak ilyen kripták, majd lehet itt a urnákból is szedegetni pénzt, meg sót. Empty. Az ott mi? Tehát lesz csapdával. Nagyon szépen megvan egyébként csinálva így. Elég gazdag a grafika, főleg az ilyen barlangokban, ugye ez itt sokkal kisebb tér, és gondolom jobban tudja a játék is kezelni. Bár mondjuk én a nyitott teret is jobban szeretem, ami ugye maga a Skyrim vagy világa. Mindig amikor kimész valahonnan, akkor
kilépsz a Skyrimba. De ott van valaki. Hát nem, nem tudom, hogy ő most jó-e vagy mi van. Egyelőre én békés... Ah, az meg, meg se. Békés szándékkal jöttem. Törvényen kívüli. Vigyünk egy torcsot, én azt mondom, már lehet, hogy később kell. 10-es damage-ű War Axe, ami szerintem egyel erősebb, mint a mostani izénk. Mi a szar ennek a neve magyarul? Mace-nek. Nem tudok szavakat néha. Volt olyan, hogy hazajöttem Németországba, nem tudom hány hónap után, még így tizenéves koromban, és nem jutott eszembe a hagyma. Mert minden németül jutott eszembe. Hol van? Na, itt van. Ez 10-es. Ez is 10-es. Ez 12-es a súlya. Meg 13-as a súlya. Egyel jobb. Talán kevesebb staminát vesz le, és ez egy tipikus, klasszik ilyen forgatós kis feladvány, hogy kinyíljon az az ajtó. Várjál, mit lehet forgatni? Ezeket lehet, azok a pillárok. Drakan? Azt nem ismerem. Az is ilyen, mint a Skyrim. Kígyó. Bálna, az utolsó. Ugyanakkor az így beállítva. Kígyó. Bálna, és leesett itt egy kígyó. Elvileg ez elég egyszerű volt. Igen, a Tolvajok könyve, már maga az olvasás is egyébként elvisz bizonyos skilleket. Lesz olyan csapda, hogy mondjuk a ennek a ládának a teteje, anyád, de megijedtem óriás patkánytól. Ládának a teteje ki lesz kötve valamihez, és hogyha te ezt így felhúzod, akkor akkor mondjuk ráadásik valami. Ez kicsit elbagolt az előtt. Aztán csak megtért. Még egy? Ennyi már. Mindig kényszeresen belenézek, hogy van-e benne arany vagy valami, ez soha nincs semmi. Itt egy scroll. Scroll of Fireball. Tehát, ha nem tudnánk... Ja, nem, mi mondjuk ilyen izért tudunk, ilyen lángszórót. Ez konkrétan ilyen tűzgolyódobás. De ez csak egy scroll, az egy bizonyos ideig tudod azt csinálni. Igazából maga a tudás az, az még később lesz meg. Sok itt a pókháló. Az ember hogy jött ide be? Itt az előbb megöltünk. Előtte is, meg utána is pokáló volt. Kell elvágni. Ja, itt lesz meg. Aha, aha. Oké. Okay. Kell megérni. Miért van még mindig meg az a longbow? Itt nem felvettem egy másikat. Ez már tud köpni ilyen. Hey, Vöcsi! Legalább a nyílazást lehet gyakorolni.
cosa da fare in mano. Itt ami a blue chalice. Lehet, hogy itt egyébként le is lehetett volna ejteni valami csapdával. You over. You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. Golden claw, azzal lehet majd egy ilyen ajtót elfordítani. Arra is, mire rájöttem, hogy lehet azt a tárgyat forgatni az inventoryba, és a hátulján van a kombináció felrajzolva, az... Na. Mivel vágjalak le? Hogy megsértsem a csávót. It's coming loose. I can feel it. Why should I share the treasure with anyone? Elvileg megadta. Kézbe lesz a szem. Kézbe? Akkor lehet, hogy majd később adja, de még ezt megnézem, hogy itt mi van. Csak tud elmenekülni előlem. Nem ezt mivel lehetett volna itt lenyitni. Ti? Mindenhol van egy kis arany, vagy valami elrejtve, ez tök jó. Olyan hülye vagyok, mindig rákattintok, pedig oda van írva, hogy empty. Oké, na itt ez érdekes lesz. Ott felkelnek a kriptákból a halottak. Ilyenkor imádok beváltani egy erősebb fegyverrel. Nyáld a kétkezes longboardodba. Ha így van is olyan, hogy így megadják magukat. Ancient Nord Great Sword. 18-as damage, és igazából ennek az értéke miatt viszem el. Nord X. Igazából ez ugyanannyit tud, mint a mostani kardom. Csak nehezebb, úgyhogy azt már fel se veszem. Nem tudom, hogy shieldet vigyek-e. Hát, hogy még maradt egy. Ezek így instant felfognak el. Ja igen, és a csávókám rálépett a csapdára, és itt meghalt. És itt van nála a Golden Claw. És látjátok, ott az alján... Most nem tudom, itt lehet forgatni? Nem lehet forgatni. Elviszik a naplóját is. Hát, ami más értékes nincs nála. Hát ott azt a kurva majdnem kinyírt engem is. Ez így működik. Érdemes elmenteni, mert nagyon szar újra kezdeni. Na, hogy akkor ez most a kézben lesz? Nem, a miszkben? Aha, itt. És valahogy ezt itt lehet forgatni. Valahogy ezt lehet forgatni, emlékszem, de egyébként itt van az alján a minta. És bazd, nem tudom forgatni. Jó, szerencsére ennek látszik az alján a minta. Majd ugyanúgy ki kell rakni egy ilyen kombinációt, mint ahogy ide bejöttünk. Egy ajtóhoz, és utána lehet ezt így belerakni, tisztára, mint az Indiana Jones-ban.
És nem tudom, hogy lehet forgatni. Lehet, hogy egy másik verzióba lehet. Ébresztő! Az ilyet tud. Ezt fogyasztani tudott. Jó. Jó, annyian vagytok. Na akkor gyertek a csapba felé. Ho-ho! Szevasztok! Még egy van. Yes! Itt vagyok. Gyere már ide. Pekka, ilyen eltalálom azt a követ, ami aktiválja akkor. Rálépett. Ezt tökülöm, hogy úgy elcsapja, mint a szart. Itt van ez a... Ez egy ilyen Asian Order Over, sokkal erősebb. Viszont ez a... Ez szerintem ez nehezebb, ez az íj, úgyhogy ezt nem viszem el, pedig jól néz ki. Régi Iron Armor, 27-es armor. Milyen a szárnyas. Amúgy jó részt erről szól a játék, ez 34-es, az enyém az jobb. Tehát, hogy így ilyen menedzsment is kicsit így a zsebedbe, hogy mi van rajtad, meg minden. Na igen. Lesz majd ilyen képesség, hogy így instant el tudjunk futni. Hát egy restoration-t kéne beállítanom. Kicsit már sok a súly a zsebünkbe. Ezeket a olajlámpásokat le lehet verni. Ja. Az. Kicsit más tűzre emlékeztem én. Hát én egy másik verzióval játszottam. Aha, itt is be lehet gyújtani. Pont mögé érkezett. Mindenit. Nagyon király. Nagyon jól megy már ez a harc. Aha, aha, ott is látok már valamit. Viszonylag könnyű egyébként tájékozódni benne, de vannak ilyen elágazások, ahol kicsit elvisz más irányba, de nem lehet szerintem annyira nagyon eltévedni ebbe a gémbe. Nyitják a kriptákat és jönnek ki.
Hát jó választás volt a kicsit ez a... ezzel a kombinációval. Amina. És itt hova megyünk tovább? Ja, hogy erre? Nagyon tetszenek ezek a barlangok, meg ezek a régi ilyen kapcsolók, meg minden. Tök izgalmas. Kicsit ilyen Grunizba érzem magam. Igen, vannak ezek a világító gombák is egyébként. Sőt, lesz majd Szent János bogár is a játékban. Meg lesz egy komplett ilyen föld alatti világ, ami ilyen óriás világító gombásos téma. Nem tudom, hogy kell itt jönni. Valaki van itt? Fölöttem vagy alattam? Na, itt pedig két irányba lehet menni. Sőt, három. Ne bassz, lefelé is lehet menni, erre is, meg arra is. Nézzük meg. Az lehet, hogy a kijárat lesz. Hűha. Ez ilyen bossnak tűnik itt. Kicsit erős. Kéne glitcheltetni valahova. Próbáljuk tölteni akkor a pósönjeinkkel a mannánkat. Nem sokat ér ez a kis kiszerelésű, azt mondjam. Szavasz! Jó. Akkor én még visszamegyek. Mert érdekel, hogy mi van ott. Na, ez meg kicsivel nehezebb. Szeretem így lezárni ezeket a több irányú storyline-okat, hogy azzal, hogy megcsinálom. Mi az te? Azt hittem már valami UFO. Nő. Úgy néz ki. Így majd le lehet menni, csak előbb megnézem ezt az oldalt. Fú, annyira bele tudom élni magam a gamebe, hogy már két óra játszok, de nem tűnik annyinak. Aha. Még egy ilyen empty. Lehet, hogy erről jöttünk. Nem, ezt a skeletont, ezt nem láttam, ez valami bányász. Az igen. Troll koponya, 5 aranyat ér. És még itt is van egy út, nem áll. Nem itt jöttem be? Kurvára itt jöttem be, csak szerintem ez... Vagy nem vettem észre. Ja, mert én ott egyenesen kimentem. Konkrétan erre nem is lehet jönni, csak én itt lejöttem a falon.
Az is tök jó, hogy vannak ilyen hullák, vagy vannak ilyen régi elhagyatott helyek, és hogy úgy van megcsinálva, hogy így, mintha egy ilyen kis történetet mesélne el az ő múltjáról. Hogy hogy történt. Lesznek majd ilyen hajók is, ilyen elsüllyedt hajók is, onnan is. Tök imádom. Meg lesz ez az ősi kocka, ami majdnem egy ilyen UFO technológia, hogy így ki lehet nyitni majd. Majd az egyik ilyen befagyott gleccseren talán. Na és igazából nem is jutottunk ki, hanem csak olyan baszott nagy volt ez a barlang, hogy ez egy teljesen másik része. Remélem, hogy ezt a karmot majd itt felhasználhatjuk. Aha, bekapcsolták ezt a csapdát. Hoppá, hoppá! Tessék visszafeküdni! Mi jött be? Az meg. Kéne tolnom egy kis életet. Ezt ugye lehet fooddal is felvinni, és igazából nagyon sok súlyt foglalnak a kaják, úgyhogy... be is tolok mindent, meg ugye a staminát is tudja valamelyik növelni, bármilyen most egy nyers húst teszek, az nem biztos, hogy olyan jó. Ugye stamina lemelt a baltának a hadonászásával, és ó, itt váltsunk már izére, basszus. Destruction-be a Flames-re. Szavasz! Nyomott egy terpeszt. Illat elviszem, meg ez empty. Ezt elviszem. Érdekes, elégett a petróleum, utána ott maradt, aztán így eltűnt. De még eddig ez a legjobb Skyrim verzió, amit ezen a gépen tudok játszani. Hova kell menni? Ja, hogy erre. Szerintem itt majd visszafelé kell csalni őket, mert sok a csapda. Vagy ha visszafelé évek, lehet, hogy megint spawnol pár darab. Aha, itt lesz a kis karom. Na és erről beszéltem, hogy ugye utána is lehet olvasni levelekbe, hogy milyennek a kombináció, hogy ezt így lehet így forgatni. Ide kell berakni ezt a karmot. Ami szintén érdekes, hogy miért egy ilyen karom alakja van. És én nem tudom, hogy hogyan, de elvileg ezt itt lehet forgatni, és nem, mégse. Ermint rotate, nem. Mindegy. Lényeg az, hogy itt van az alján medve, lepke, bagoly, vagy valami ilyesmi. Medve. Lehet, hogy moly. És a bagoly. Úristen.
Úgy ilyenkor eltűnik ez a zsebünkből? Nem, ez itt van. Lesz majd ebből, egyébként érdekes, hogy már így rögtön az elején megkaptuk ezt. Lesz majd ebből ezüst is, már itt van is tudom pár réz. Szerintem itt boss fight lesz. Lesznek majd ezek a rúnák is. Konkrétan ilyen szintet tudsz majd lépni. Na jó. Aha, ott lesz, ha közel mész oda. Ugye kinyílik a nagy koporsó. Szintet lépett az egyik. Úristen, ennek az a masina boss. Gyorsabb is, erősebb is, és tud shoutot, beszarok. Gyorsan tékeljük a gemet, mielőtt elfújja, de lehet ez egyiket nem is. Fújta! Egy ilyen shouttal el tud lökni, és kiesik a fegyver a kezedből. A telibe kapod, én most egész ügyesen. Igazából így érdemes megölni, mert szerintem 2-3 pofon is legyőzne. Töltögessük addig a életet is. Hát baszki, megeszem nyersen, mi bajom lehet, Bartosnak sincs baj ettől. Big Frenzy Potion. Azt hiszem ez olyan, hogy megőrülnek körülötted az emberek, és mindenki megtámad mindenkit. Lehet ilyen manipulációkat csinálni. Úgyis más nagyon nálam. Ez meg a hideg ellen ilyen rezisztens. Nem is tudom tölteni nagyon magam. Kicsit, mint hogyha jött a shout, és utólag a hang. Komolyan már retro játéknak számít a Skyrim, hogy... Amit a tűzszentem, de jaj! Nem leestem. Dragonstone. Történet szerint van ennek jelentősége, illetve itt van egy ilyen kétkezes kard, ami fagyasztani tud. Ez volt az igazi boss fight, nem az az előbbi, amikor ott a kapunál voltam. Hát, hogy ebbe is volt, ebbe a tégelybe egy kristálycska, az egyiket tudtam kiszedni. Ametiszt, arany, stamina, hát ez inkább tífnek jó. Korona, jó van, jó megy. Ezt is felvehetjük a fejünkre, de kicsit hülyen néznénk szerintem. Akkor majd eladjuk zsibvásáron. Ez pedig egy ilyen nagyon érdekes megoldás, titkos ajtó, ami rögtön az elejére visz a barlangnak. Tehát már egy olyan helyre, ahol jártunk, tehát itt jöttünk át alul, azt hiszem. Itt is egy Orichalum ignot, az nem tudom, valamilyen fém. És nem mondjátok, idejük adtunk ki, de ez jó nekünk? Ugye elég nehéz lett volna megtalálni, hogyha itt direktbe ide jövünk. Meg nem is működött volna, mert ugye belülről volt bezárva az az ajtó. Ez ott mi? Potion.
Az a szar, hogyha mondjuk lerakod a lovadat az egyik helyen, akkor az most azt hiszem, hogy ott marad, vagy pedig lehet, hogy olyan is van, hogy így oda respawnol, ahova te kijössz. Vannak ezek a térképen ott fölül ezek a kis barlangjelek. Vannak ilyen instant kis pici barlangok. Itt egyébként most valami szét van tépve egy mamut. Lesznek majd mamutok is a játékba. Hát... Várjatok, merre kell mennünk? Nem mondod, hogy... Igen. Vissza kell hozni a sárkány követ. De viszont tudunk fast travel-elni, nem tudom, ez... Lehet, hogy egy mission végén vagyunk, akkor ad egy fast travel-t. Jó. Ezzel most egy fél órát szerintem megspóroltunk. Leszállítom neki a követ. Lehet, hogy ez... Ez most azt fog eredményezni. I'm the commander of the guard here in White Rock. Okcső. Hol a izé? You see? Neked hozzunk. The terminology is clear. Ah, nem ez a main story volt. Seems you are a cut above the usual brutes the Jarl sends. Kaptunk a dolgokat. Mi a reward? You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward Avenici. Jutalmamról beszéljünk már. So your information was correct after all. Te ki vagy? And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy. Faringar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. Itt van a sárkány közel. A dragon? How exciting. Where was it seen? Well, what was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. Akkor lehet, hogy most kapjuk el a sárkányt. De hol a góré? Itt van az asztalnál, szerintem. Csá! Ne most! Anyád! Itt van a zsebembe a... Szarod. Jó, akkor most itt ki kell menni oda arra a terasz részre, amit mutattam, és szerintem most kapjuk el az első sárkányt. No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would have come after me, for sure. Work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Irelith. You'd better gather some gum. There's no time to stand on ceremony. I want you to go with Irelith and help her. You survived Helgen, but I haven't. As a to- and please, accept it from my personal armor. Good. Don't fail. Help Irelith kill this dragon before it can attack White Rock. No. Irénkenének segítsek. I need you here working. I'll see you with the watchtower as soon as the rest of the men have gathered. As you command. I'll see you with the watchtower as soon as. Ja, hogy ez nem is itt lesz. Ez egy másik sárkány. Kint a watchtowernél, és még kapunk társakat is elvileg. Na, gyere már. Mennyi? Erre mennyi? I'll see you at the watchtower as soon as the rest of the men have gathered. Az meg neked kéne elindulnod, na mindegy, akkor megyek én. Majd ide kirakja az ajtón kívülre. Lesz egy ilyen kis torony, ott kell legyőzni egy sárkányt. Azt hittem, hogy itt bent. Az is érdekes, hogy most én ezt mindig nappal csinálom meg. Ha éjszaka lett volna pont, akkor lehet, hogy éjszaka indulunk neki. És tök mindegy, hogy őt kell követni, most jobban vágom, hogy merre kell jönni. Csomó időt elbasztam. Még ezt a sárkányt legyőzöm, srácok. Szerintem ez még egy ilyen 20 perc, fél óra.
emekkajálni, és akkor utána majd így a szerintem Bradőrrel elkezdjük a PUBG-t ötfele. Vigyek ott az NPC-k egy picit. Hallod, le vagy maradva, mint a borra valóban ez meg. Igen, meg kimegy. Hopp, eltűnik. És itt van! Elvileg fut, de én gyalog gyorsabb vagyok. Oké, én is futok, akkor így meg gyorsabban is tudok futni. Ott van az a watchtower. Age of Man, Szent Rétával, ó, Isten, lett csapatunk is. Gyors biznisz. Meg ne szakadjon a script. Hogy tudom segíteni? Ezt a koronát ad akarom adni. Adom ezt is. Scrollt nem. Udat nem. Ametiszttel adom. Ez empty. Ez is empty. Ez is empty. Apparelben van a korona. Úristen! 294-et ér. Mondjuk ez damage-et is adna. Hú, ez nagyon sok. Lehet föl kéne vennem a... Ezt is eladom. Ezek a ringek nem érnek semmit, most így nézem. Ja, rajtam van a sisak, jó. Csá. Kis pénz. Mikor érünk oda? Érdemes a view distance-t ultrára állítani, mert tegnap tesztelgettem, és vannak ennek, hogy így mész, és így előtted jelennek meg így a terep tárgyak, nagyon... Mint régen a Need for Speed-ben, a Need for Speed 2-ben ilyen Pentium 1-es gépen, amikor játszottam. Hopp, ide kell állnom, ez a position. Mi van itt? Itt bújunk el. Ezt éppet letarolták. No signs of any dragon right now. But it sure looks like he's been here. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened. And if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out and look for survivors. We need to know what. Jó, itt szerintem elmentem. Mert eddig még mindig sikerült. Nem tudom, hogy sárkány ellen tűzzel érdemes-e menni. Lehet, hogy inkább itt ijeszkodni kéne, nem? Ez a sárkány egyébként valamilyen Mirmur, vagy mi a neve? Az első... Valami ilyesmi neve van. Na, menjél már. Get back! It's still here somewhere. Rocky and Todd just got grabbed when they tried to make a run for it. Quest duty. Honnan látom innen? Anyád! Oh.
te bazd meg! Mirmul. Mirmul. Tök jól emlékeztem rá. Néha így le fog szállni ide középre. Hát ugye a mérgezett nyilat lehetne rálőni. Ezt jól kapja. Csak eladtam a mérgeket. Egy ilyen pont, amikor már annyi sérülést kapott, hogy nem tud felszállni. Szerintem ez még bőven fog repülni. Ja. Úristen, milyen megöl. Nem is gondoltam volna, hogy ilyenbe lesz részünk, hogy ennyire lesebződünk. Ezt szerintem már nem fog tudni felszállni. Azt a kurva. Báj! Bazd meg, elégünk. Megvan. Sárkánycsont, ez jó sokba kerül. Sárkánybőr, ezt is el tudjuk adni. Arany volt nála. Egy ilyen helmet. 12-es armor. Az erőd már az enyém. És tök jó kis csontváz marad utána. Erre kaptunk egy ilyen shoutot. Powers, Night Eye. Cloves. Mage Stone. Ezeket nem is vágom. Ja, itt van a shout amúgy. És ezt mivel tudom? Q-val? Úgy emlékeztem, Q-val lehet. Jaj, ne. Mivel lehet shoutot előhívni? Altar? Réden? I can't believe it. You are Dragonborn. In the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim, the Dragonborn would slay dragons and steal their power. That's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. There's only one way to find out. Try to shout. According to the old legends, only the dragonborn can shout without training, the way the dragons do. Valamivel pedig elő lehet ezt az üvöltést hívni. Z! Ja, most tanít igazából, az nem tudtam előhívni. Hogy itt a véletlenül egyik társunkra ráüvöltsek. Dragons and steal the power. You must be one. You say you're death.
Mik pofázik, addig nem tudom. Tell us, do you believe in this Dragonborn business? Some of you would be better off keeping quiet than flapping your gums on. Nem mondott, hogy lehet ilyet is csinálni. Here's a dead dragon. And that's keep your hands to yourself. You wouldn't understand, Huskar. You ain't an orc. I'm all across Tamriel. Csak lehet, hogy mehetünk vissza a királyhoz. Érdekes, hogy ezt mutatja minimapként. Pedig már itt lejárt az időnk. Ja, ide kell majd visszajönnünk. Plenty of things just as outlandish as this. I'd advise you all to trust in the... If you really are Dragonborn, like out of the old tales, mi pofáznak még itt? Már rég vége. Open skills mill level up. Még nem tudok shoutolni, de mi a faszért nem? Hát, hogy még nem vagyunk elég... Nincs elég level pontunk hozzá. Na, mit fejleszünk? One-handed, archery, light armor, sneak, lockpick. Lockpick egész jó. Speech. Úristen. Legyen a destruction. Dual casting az összem a két közös dolgok. Pont arra van. Kis pontunk. Na jó, hát srácok, igazából ott vannak a Szent János bogarak. Az éjszakai lepkék. Igazából most ez egy... Ez így kerek szerintem, hogyha most itt abba hagyom. Lehet, hogy minden epizódban egy sárkányt le fogunk győzni. És akkor innen folytatjuk most ezzel a karakterrel így. Akkor haladgatunk. Megpróbálok a fő sztorin maradni. De az is lehet, hogy ezt elnyújtjuk majd ezt a gameplayt, vagy ezt a végjátszást, mert úgy láttam, hogy azért voltatok itt, és titeket is érdekel. Skyrimnak a világa. Viszonylag sokat tudok róla beszélni, mert sokat játszottam vele, de azért nekem is vannak olyan dolgok, amiket még így ki kell tapasztalnom. What? Ez mi volt? Elrobbant a csontja. Hát részket van megvárni. Nem ott a csontja. Kurvára nem lehet az évvel sautolni. Várjátok, még ezt megnézem, mert kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy... Itt van. Pedig az éj az. Q betűre valami van rakva.
Én úgy emlékszem, régen a Q betűn volt, de lehet, hogy én állítottam el. Try to shout. I'm glad you're on our side. Pedig a shout ez nem elég fontos dolog. Have you tried to shout? Nem akarja. Go ahead. Pedig elvileg olyan szinten vagyunk, hogy kéne tudnia. Lehet favorite-be rakni, akkor próbáljuk meg azzal, hogy a favorite-be raktuk. Itt van, igen. Favorite-be gyorsan elő lehetne hívni. Hát, bazd meg nálam. Aj, a Z meg az Y föl van cserélve. De hát magyar billentyűzetem van, ember. Valószínűleg az volt a baj. Jó, akkor igen. Jó. Oké, rájöttünk erre is. Király. Nem, izével vagyok, varázslóval. Rájöttünk erre is, hogy magyar billentyűzettel az Y. Oké. Okay. Y a Z. Na például ez is érdekes a játékban, hogy elvileg érzékelnie kell azt a helyet, ahol az a gomb van. Na mindegy. Hát akkor örültem, hogy itt voltatok, srácok. Annyit tudok ígérni, hogy néha így előveszük a Skyrim-et, meg amikor egyébként aznap más játék van, de én korábban tudok jelentkezni, mint például ma is, akkor lesz ilyen Skyrim-ozás délelőttönként akár. Thief fele, nem tudom, hogy toltam-e, de Warriorral kitoltam, azt hiszem. Most én ezt a Kajit varázslóval akarom, csak még az elején elég gyengék vagyunk, azért még egy kicsit én is ilyen izébe nyomom közelharciba, ilyen tankosan kicsit. Na, úgyhogy köszi mindenkinek, skacok. Legyetek jók, és akkor még fogjuk folytatni a játékot. Aztán, hogyha ezt tapasztalom, hogy erre így van igény, meg így jó, meg minden, akkor akár lehet Oblivion is, meg Morrowind is később, vagy akár, ahogy itt említettétek, lehet, hogy a Witcher sorozatot elkezdhetjük majd. Szerintem nem lesz olyan hosszú ez a Skyrim, általában egy Az alapsztorin azon viszonylag gyorsan végig lehet menni. Na, hát akkor legyetek jók mindenki, és akkor ma még találkozunk, egy óra múlva kezdjük a PUBG-s streamet, addig mindenki pihenje ki magát, és akkor majd gyertek vissza. Most itt is el kell, hogy mondjam, hogy elindult az új csatorna is, vagyis a régi csatorna csak új köntösben, a Piszkatel Classics, gyertek oda is, meg gyertek a Facebook csoportba, és az annak a csatornák a Facebook csoportja, a csoport leírásba itt megtalálható. Gyertek DC-re, gyertek Instára, és kövessétek be a Twitch-et is. Ez a stream pedig megy át a Piszkatel Streams YouTube csatornára is. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, ezt így el kell mondanom mindig a végén. És akkor nem sokára találkozunk, addig is. Sziasztok, Haliali! Megpróbálok még a mai nap akkor így visszatérni. Szóval. Hali.
Ez para! Ez nagyon para! Martin, ezt hagyd abba, mekkel itt volt! Mi? Nézd fel a streambe, ja. Nagyon para volt. Nézd fel a streambe, onnantól, hogy találtam egy crossbow-t.